Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. A környezet védelme mellett a költségek lefaragása is vezéli a bátaszéki városvezetést, amikor olyan újításokba vágnak bele, mint például a napelemek telepítése. Hatalmas tömeg gyűlt össze tavaly év végén az úszóversenyen a bátaszéki tanúszodában. Rengetegen járnak ide sportolni, főként gyerekek a helyi oktatási intézményekből. De a környező településekről is sokan érkeznek, hogy megtanuljanak úszni. Ezért is volt fontos a 264 millió forintos fejlesztés, amivel korszerűbbé vált az úszoda. Megújuló energiával váltották ki a gáz és a villamos energiát. Az épület tetején egy 50 kW-os naperőmű rendszert alakítottak ki, az úszodán belül pedig LED lámpa rendszert is kiépítettek, így a világítás is korszerűbbé vált. Nem ez az egyetlen épület Bátaszéken, ahol napelemekkel kímélik a környezetet, és egyúttal a fenntartási költségeket is lefaragják. A önkormányzatunk vállalkozási szerződést kötött a kivitelezővel, közel 8 millió forint értékben, és három önkormányzati ingatlan vonatkozásában kerülnek föl napelemek a tetőre, illetve már részben el is készültek ezek. Az orvosi rendelőnél, ami már elkészült, a gondozási központnál a Budai utcában. A napelemek révén az áramfogyasztásra nem kell költeniük. A 8 millió forintos beruházás költségei hamarosan megtérülnek. Gyakorlatilag az éves fogyasztást vissza tudja termelni a napelem a hálózatba, így gyakorlatilag költséggel nem jár az áramfogyasztás az egyes épületeknek, tehát nulla a kiadás. Az éves átlagos fogyasztás kerül figyelembevételével a kapacitás számításánál, és nyilván ugye befolyásolja a megtérülést, hogy milyen minőségi elemeket rakunk fel, illetve az mennyibe kerül. Hát hozzávetőlegesen egy 15-20 év a megtérülése, de nyilván a kiadási oldalon már azonnal jelentkezik a megtakarítás. A beruházás megtérülése sok tényezőtől függ, nem kizárólag az épület nagysága a mérvadó, mondja Bozsolik Zoltán. Attól függ ugye, hogy mennyi a berendezésnek a költsége, hogyha egy kínait veszek, akkor az egy rossz minőségű, az olcsó, az hamarabb megtérül. Minimum egy középminőséget gondolok oda, vagy egy profit, akkor az nyilván annál drágább, és akkor megtérülés is ugye hosszabb időn keresztül fut ki. Mondjuk a másik pedig az, hogy ugye kicsi a fogyasztás az épületnek, tehát mondjuk egy ilyen pár irodáról beszélek, és nem egy iskoláról, ugye akkor fajlagosan a megtérülés az hosszabb idejű a kis fogyasztásnál, mert ugyanúgy a szerkezeteket meg kell vegyem. Nem állnak meg a fejlesztésekkel Bátaszéken. Augusztus végén a Kalász János városi sportcsarnok tetejére szerelik fel a napelemeket, így annak a fenntartási költségei is jelentősen csökkennek majd a jövőben. Közel 7 millió forintot nyert különböző pályázatokon a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság. Lássuk, mire fordítják ezt az összeget, és milyen terveik vannak a jövőre nézve. Ezek a felvételek tavaly készültek a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. Akkor csak egy gyakorlat kedvéért vonultak ki a tűzoltók, megmutatva gyorsaságukat. Amilyen gyorsan csak tudták, magukra öltötték a tűzoltó felszerelésüket, és felpattantak a tűzoltó autóra. A bátaszéki lánglovagok tavaly júliusig rendszertelenül vállalták a pluszmunkát, nem tudtak kikapcsolódni szabad idejükben, mivel bármikor csöröghetett a telefon. Akkor Bóta Gyula vezetésével teljesen átalakították a munkaszervezést, rendszert vittek bele. Most sem könnyű a belsős és az önkéntes tűzoltók élete, hiszen felváltva készenlétesek. Ez azt jelenti, ha menteni kell egy autót, vagy éppen vihar után házakra, utakra borult fákat kell eltakarítaniuk, akkor ők bármikor riaszthatóak. 6 percen belül be kell érniük, átöltöznek, és már indulnak is.
Ezek pedig már idei felvételek, éppen nagy volt a csend ott jártunkkor, de ez idén ritka pillanat, tavaly óta ugyanis jócskán megnőtt a feladatuk száma. A tavalyi évben 123 riasztás volt, ebből 113 volt, ami beavatkozást igényelt, idén már 85-nél tartunk, tehát ez bőven túl fogja haladni magát az egész évet. Ez azt jelenti, hogy több mint 50%-kal több volt a munkájuk az idei első fél évben, mint tavaly ilyenkor. Éppen ezért is fogadták örömmel, hogy több pályázat útján közel 7 millió forintot nyert a tűzoltóság. Az idei év az azt mondhatom, hogy a tűzoltóság életében a pályázatok éve. Egyrészt egy BM kiegészítő támogatáson nyertünk 2,6 millió forintot, ugye ez a minimálbér felzárkóztatásra fogjuk fordítani. Természetesen, hiszen most már az itt dolgozók és a szakmunkás minimálbért, ugye ezt a 180.500 forintot megkapják. Egy munkahely megőrző pályázatot nyújtottunk be a munkaügyi központ irányába. Itt 4 hónapon keresztül a főállású munkavállalókból, jelen pillanatban ugye 8,5 fővel számolhatunk, ebből 6 fő az, akinek a bér plusz járulék költségeit 4 hónapon keresztül, pontosabban a bér plusz járuléknak a 75%-át átvállalja ugye a munkaügyi központ utófinanszírozásban. Ha magát a költségvetésünket nézzük, ez nagyságrendileg 5 dologból tevődik össze. Van egy belügyminisztériumi alap normatíva támogatásunk, a település önkormányzatok támogatásai, pályázati források, bérmunkák, illetve a vállalkozói támogatások. Ezáltal, hogy ezt megnyertük, természetesen ezt teljes egészében bérre fogjuk fordítani, de az a pénz, amit viszont az önkormányzatoktól kapunk, annak a jelentős részét azt fejlesztésekre fogjuk feltétlenül költeni, épület felújítás, illetve állag megóvásra. A belügyminisztérium pályázatán is nyertek, méghozzá több mint 4 millió forintot. A forrást védőfelszerelésre fordítják. A tűzoltók vezetője azt mondja, régóta várták már, hogy lecserélhessék eszközeiket, ruházatukat. 5 teljes garnitúra Bristol bevetési ruhát fogunk kapni. Hál' Istennek akkor a régieket, ami már olyan, amit nem tudnánk felülvizsgáltatni, azt le fogjuk cserélni. 3 darab láncfűrészről van szó, tartalékpalackra a légzőkészülékeinkhez, illetve különböző kombinált sugárcsövek, állványcsövek azok, amiket nyertünk, illetve ami nagyon fontos, hogy 11 darab védőcsizmát, illetve tűzoltósisakot is nyertünk ezen a pályázaton. A bátaszéki tűzoltóságon 8,5 fő főállású tűzoltó és 12 önkéntes tűzoltó dolgozik. A tűzoltóság vezetője szeretné jövőre fejleszteni a főállású tűzoltók létszámát. Az, hogy ezt a célját meg tudja valósítani, elsősorban az államtól kapott normatívától függ. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Évről évre többen érkeznek a bátaszéki alsónyéki református közösség által szervezett Morágyi gyermek- és ifjúsági cserkésztáborba. Idén 500 gyerek nagyszerű hangulatban sajátította el a hétköznapi életben hasznosítható gyakorlati fogásokat, amelyekre az iskolai oktatás során nincs módjuk. Mindjárt jó.
A Bálta-széki református közösség immáron 5. éve Mórágyon tartja egyhetes cserkésztáborát, amelynek szellemi atya a lelkipásztor Fekete Zoltán, aki maga is cserkész volt annó, és ebbéli élményei hatására meg is szervezte nem sokkal Bálta-székre érkezése után a helyi nyári cserkésztábort, illetve közösséget. Amikor az első szolgálati helyemen Nagykörösön lelkész, segédlelkészként oda kerültem, akkor rögtön bevontak a cserkésztáborba, és ott megszerettem ezt, és hoztam tovább. Innen is vittem táborokba kisebb csapatokat 2011-12-ben, és utána egy év kimaradás után úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy tábort szervezni, és ezt kértem segítséget a régiek közül. Pályi Zsolt örömmel érkezett a hívószóra Kecskemét környékéről. Táborvezető segédtiszt, nagy-nagy praxissal, ő állítja össze a mórágyi cserkésztábor tematikáját minden évben. Jelenformálás olyan a cserkész mozgalomhoz köthető játékokkal, rituálékkal, amit a kisebb és nagyobb gyerekekből verbuválódó közösség a mássága, újszerűsége, a közösségi együttműködés okán szeret, élvez. Nem kap lehetőséget arra, hogy telefonokat nyomkodjon, vagy keresse a közösség portálokat. Leginkább az a legfontosabb ebbe a táborba, hogy minden egyes perce le van kötve. És nem azzal, hogy éppen mi történik a nagyvilágban, hanem azzal, hogy mi történik körülötte, és minél több impulzust szerezzen azzal, hogy fejlődjön a személyisége. A Teleki Pál fogalmaztam ezt úgy meg, hogy emberebb ember és magyarabb magyar. Tulajdonképpen cselekedetnek ez a legfőbb célja Magyarországon. Ez napról napra érezhető minden egyes ősgyűléseken, vagy itt a táborokban napi szinten programoknál, vagy éjszak, amikor lefekszünk, akkor úgy szeretnénk, hogy lefeküdjenek, hogy ma is kaptak valami pluszt. Létezik egy-egy történelmi eseményhez köthető kerettörténete az egyhetes mórágyi táboroknak. Ehhez csatlakoznak, illeszkednek a különböző játékok, programok. Például vannak túlélési technikák elsajátítása, vannak ugyanakkor cselekészcsomózási technikák elsajátítása. A bálta-széki alsónyéki református közösségben persze a cserkész értékrend gyakorlása a hétköznapokon is jelen volt, így a tábor célját illetően könnyebben, gyorsabban haladnak a gyerekek, mint azok, akik csak egy nyári táborban sajátítanak el készségeket, életérzéseket, szokásokat. 4 őssel vagyunk együtt, így a felsős korosztálynak van fiú és lányos, és az alsós korosztálynak van 2 külön nemű őrse, cserkészek, illetve kis cserkészeknek hívják őket. A táborban 5 őrs van, mert vannak, akik kívülről idegenlégiósként jöttek, nagyságrendileg ugye 45 fiatal vesz részt, felnőtt segítőkkel együtt 50 fölött vagyunk. A gyerekeknek a tábori évek alatt észlelhető pozitív magatartásbeli változása, a dolgokhoz való hozzáállása örömmel tölti el a táborszervező bálta-széki református lelkészt. Óriási változásokat láttunk közben, egy táboron belül közöttük, és hagyj emeljek ki egy dolgot, ami idén volt új. Portjára elmentünk 2 ottalvós éjszakára, sátorra, a nagyobbakkal, ez 12-13 éveseket jelent, és hát fantasztikus élmény volt, így 15-en voltunk az erdőbe, és mindig olyan dolgokat kaptunk, amivel nem a nagyon mély vízbe, de azért, hogy megérezzük, hogy milyen az, hogy függünk a víztől, a természettől, az időjárástól, és végül is az Úristentől, hogy ez végigkíséri ezt az utat. Mi az 1-es? Parasz. 2-es? Bástyom. 3-as? Utó. 4-es? Bástyom. 5-ös? Király. Jó. Erdei számháborúhoz készülődnek a csütörtök délutáni foglalkozáson. A helyszín a kullancsveszély elkerülése miatt nem az erdő, hanem közvetlen mellette található mórágyi labdarúgópálya. Az azonos számmal rendelkezők megvívják a maguk csatáját, párharcát, éppen a táborban elsajátított harcmadarakban. Fontos a csapatokon belüli együttműködés is. Akkor ti ketten itt maradtok, és ti fogjátok vigyázni. Jó, vigyázz! Jó, nem baj, nektek többiek meg kinyitódunk. Igen? Jó, én megyek középen, hogyha valaki megpróbál. Az egyesek meg hátulról jönnek, jó? Bozsolik Ákos megkezdi ősszel középiskolai tanulmányait, folytatná utána is a cserkészkedést. Ide, ebbe a táborba biztosan vissza fog jönni.
Most már valóban a körzetközpont szerepét tölti be a futballban Bátaszék, a környékbeli településekről is jóval többen látogatják az edzéseket, mint 3 évvel ezelőtt. Újra alakuló félben egy jó ifi és reményekre ad okot az ügyes gyerekekkel teli nagy létszámú U13-as, U14-es korosztály is. Ami a felnőtt csapat tavalyi várakozás alatti szereplése után talán egy kicsit feldobhatja a bátaszéki futballkedvelőket, az az utánpótlás nevelésben 3 évvel ezelőtt elindult mennyiségi, már érezhetően minőségbe is átcsapó változása. A pozitív folyamatok elindítója a Tóbi István, az utánpótlás koordináló edző, aki az NB3-as Szekszárnál is szerzett tapasztalatokkal tért haza. 3 év alatt megtiplázódott a játékosok száma az U9-től egészen az U18-ig, és a tabellán is előre léptek a bátaszéki csapatok, de ez utóbbi nem annyira fontos, hangsúlyozza Tóbi István, utánpótlás szakágvezető. Minden évben egy kicsikét a tabellán előrébb lépett, de engem nem nagyon ez érdekelt az első pillanattól kezdve. Engem az érdekelt, hogy legyenek tisztességes edzések, ne maradjon el edzés, ne 2-3 gyereknek tartson egy edző, vagy egy korosztályba edzést egy edző, hanem legyen normális a létszám. Most ti is láthatjátok, körülnéztek, hogy az minden korosztályban van normális 10-valahány fő, annak lehet meg érdemes is edzést tartani. És akkor azokból már azért kijön egy-két ügyes gyerek, akivel tudunk hosszú távon gondolkodni, vagy lehet belőle futballista. Reflektorfényben újra a bátaszék ifi csapat, amelyet mondhatni csak nagyon jó 2 csapat tudott megelőzni a megyében. A sikerélmények közösségé kovácsolták a társaságot. A bátaszéki törzsszurkoló reménykedik, néhányan már talán jövő nyáron kopogtathatnak a felnőtt csapat öltözőjében is közülük. Az edzésről most már egyre több van, régebben nem volt annyira, meg nem is voltak annyian, nem is látogatták annyian az edzéseket. Most már egyre többen vannak, már többen akarnak focizni, és amiben igazán fejlődtem, igazából majdnem mindenben, hát próbálok egyre több edzésre itt lenni, most így, hogy iskolában is vagyok Szekszárdon, próbálok itt lenni, keményen edzeni, és elvileg ezek szerint bejött. Milyen poszton játszol, és mik voltak az idejében a sikerélmények neked egyénileg és csapatszinten is? Hát a posztom az igazából változó, középpályán bárhol szoktam menni szűrő is, de így az utóbbi időben tavaly balszélen szoktam játszani. Ez azt jelenti, hogy baloldali középpályásként? Igen, baloldali középpályás. Ez lehet a következő időszakban is a posztot? Tehát mit mondanak az edzők? Hát még bizonytalan, nem tudom. Támadáshoz, védekezéshez egyaránt értesz, tehát a modern középpályás játékot igen. Próbálod? Igen. Mik az erényeid? Tehát gyakorlatilag oda tudod rúgni a labdát összjátékba, paszba, odaérsz a befejezésekhez. Emelj ki néhány meccset, ahol ezek bejöttek. Hát ahol bejöttek, azok a nagymányoki meccsem. Ott, ahol nyertünk 1-0-ra, az a csapat, meg az én egyéni sikerélményem, mert ott nagyot játszottunk, mindenki ott tette magát. Nagyjából ez. Ki is hozta azt, ami benne van? Bár nem az a lényeg, hogy a csapat hol végez, hanem egyre jobb játékosok legyetek. Igen. Hogy látod a helyezést tükrében az elmúlt évet? Hát most 3-ak lettünk, szerintem ez nagyon jó helyezés, mert hát nem erre vágytunk, igazából egy 5. helyre én megelégettem volna, de így, hogy a dobogon végeztünk, kiváló. Az utóbbi pár év az nem volt olyan jó, de így egyre jobban összeszoktunk. Egymáshoz az új játékosok is beépültek a csapatba. A bátaszéki ifi, vagy utánpótlás, az ifi az már nagyon sokszor volt bajnok. De ahhoz képest, hogy honnan indultunk, ahhoz képest szerintem sokat tettünk, tehát sokat léptünk előre. Most ebből az ifiből azért 6-7 gyerek fönn tud edzeni a felnőttnél. Nem valószínű, hogy ott fognak játszani, csak 1-2 esetleg, de 6-7 gyerek ott tud edzeni a felnőttekkel, az is már nagy dolog, és a saját fejlődésük javára fog válni, nagyon remélem. Ha az alsó korosztályokat nézzük, az U13, U14 is perspektívikus jövőképet sejtett. Sok jó labdaügyes gyerek van, ami számomra a legfontosabb ez. Tehát az összes edzőmnek ki van adva, hogy nem rúghatnak ki labdát. Ezt sokszor kikapunk emiatt. Nem rúghatják föl a labdát. Nincs ilyen, hogy kapus kirúgja a labdát. Régi rossz beidegződéseket sikerült megszüntetni? Labda kihozást kell játszani, akkor is, hogyha... Abból gólt kap például. Így van. Nem nagyon érdekel engem, hogy most U9-ben, U11-ben, vagy U13-ban kapunk egy-két gólt, de megtanulnak futballozni a gyerekek. Mi az, amit gyakorolni kell? Tehát feljáték, vagy a labda visszaszerzés, ütközés, labda visszaszerzés? Hát igazából a lábbal kéne, a jobb lábammal kéne többet,
hogy lábas vagy, kimondottam? Igen, bal lábas vagyok. Edzésen gyakoroljátok a gyengébbik lábadat? Szoktuk, igen. Gyorsaság dolgában hogy állsz, cselezőkészség? Jól állok. Sokat fejlődtem abból is. Szívesen maradnál, várod már azt, hogy egyszer a felnőtt csapat edzője jelzi, hogy azt a szőke srácot szeretném látni az edzésen, mert lehet, hogy játszhatom a hétvégén? Mikorra várható a bemutatkozás a felnőtt csapatban? Hát nem tudom. Próbálok, hogy ott legyek edzésen a felnőttnél is, még megbeszéljük. De hát így kezdőcsapatban benne lennék a felnőttben, csak az nagyon sokat kéne edzenem. Jelen pillanatban hol tanulsz és mik a futballista elképzeléseid? Hova szeretnél eljutni, milyen osztály? Hát Szekszáron tanulok, vendéglátás ipariba és NB1-be minimum. Számolni kell vele persze, hogy az ügyesebb gyerekeket már hamar elviszik az NB3-as és az NB2-es csapatok is. De ha több ilyen is lenne, ennek inkább örülni kell, mint bosszankodni, vallja Tóbi István, mert valahol ez a magyar futball egyetemes érdeke, a korábbinál minőségibb utánpótlás nevelés. Van olyan gyerekünk, aki esetleg itt fog maradni Vátaszéken, és mindig úgy szoktunk beszélni a többi edzővel, hogy ez a gyerek lehet, hogy fog játszani, a ügyes gyerek, ez lehet, hogy itt fog játszani a felnőttbe is. Mert mit tudom én, itt nem alakul az élete? Így van, úgy alakulhat, van remény, hogy úgy alakul az élete. De hát azért, hogyha innen elkerül és egy jobb csapatba játszik, mi akkor is nagyon örülünk. Ez a cél. Természetesen fontos, hogy játszon a felnőttben jó hazai játékos, ez nagyon fontos. Na, mi képzünk egy gyereket, és utána ő tud játszani, mint például három évvel Szekszár vagy a Fradiba. Puskás Akadémiába ment egy fiunk, úgyhogy mit tudom én, előtte egy évet Szekszárban eltöltött, de sok évet töltött itt nálunk. Egy év után megvette a Puskás Akadémia, nagyon örülünk neki. Egy bátaszéki gyerek, aki elkerült valahova, és van még olyan tehetséges gyerekünk, akinek esetleg ilyen jövő áll, aki előtt ilyen jövő állhat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!